Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban el fogunk menni egy wellness hotelbe. Az egész családot lesz velünk. És reméljük, hogy jól fogunk érezni magunkat. Ez egészen biztos. Ahol medence van, szauna van, masszázs van, ott mi jól érezzük magunkat. Ahogy megérkezünk, Mollika belezutyan a medencébe, és aztán valamikor az elutazás napján kihalásszuk onnan. Úgyhogy ez így nagyon jó. Mi anyukámmal majd megkeressük a masszázs szekció. Ha van kedvetek, tartsatok velünk. Nagyon érdekes dolgok fognak történni, mert például megkértem a sétet, hogy hadd főzzek vele egy ételt közösen. Mert azért ez nem sűrűn adatik meg, hogy egy szálloda séfjével készítsek el egy ételt, vagy tanuljak tőle egy ételt elkészíteni. Hát ez most meg fog történni. Sziasztok, megérkeztünk a szállodánkhoz. Itt van Mollika is. Köszönjük. Hello! Hello! És olyan szép helyen vagyunk, képzeljétek, Gyulán vagyunk, hogy itt van mögöttünk a Gyulai Vár. Remélem látjátok, mennyire, valamennyire látszik. Nagyon süt a nap, úgyhogy remélem, hogy valamit láttok belőle. Most bemegyünk a szállodába, elfoglaljuk a szobáinkat, aztán megyünk a mi kis körutunkra, a wellnessbe, masszázsra, ide-oda. Fitnessbe. Oda, így van. Előbb talán ebédelünk valami. Most be fogjuk mutatni a szobánkat, mert ahogy így beléptünk, nagyon-nagyon szép volt. Az első, amit megpillantunk, az Mollika. Szia! Ez a mi szobánk, ez tulajdonképpen egy lakosztály, aminek ez a nappali része. Kényelmes. Kényelmes? Innen a nappaliból bemegyünk a hálószobába. Nagyon szép itt minden. Itt van a fürdőszoba. Itt vagyunk a fürdőszobában. Nagyon szép egyébként. Vannak kis szappanok. Milyen kis szappanok vannak? Ilyen pici, bombonszerű szappanok. Ja, olyanok, mint kilapított bombonszappanok. Mindig vannak ilyenek. De nagyon szép egyébként itt minden. A burkolat, szép tiszta. Molly, zuhanyzol egyet gyorsan? Kész meg voltam. Most a hálószobából kimegyünk az erkélyre, mert hogy olyan a látvány, hogy elképesztő. Kinyitod, szívem? Tehát a szobánkból ez a látvány fogad minket, hogyha kilépünk a teraszra vagy az erkélyre. Hát ez valami gyönyörű. Ez a Gyulai Vár. Hát ilyen szép látványt még egyet. Fantasztikus. Megrendeltük az ebédet. Mollika, mit rendeltél? Rántott sertésbordát krumplipirével. Szuper, rántott húsi krumplipirével. Hát a nagy kedvenc, hát mi más? Na, ilyet kértél? Az illata nagyon. Nagyon finom? Jól van, jó étvágyat! Köszönöm! Hello!
Köszönjük. További csodálatos. Köszönjük. Thank you.
Nagyon finom volt. És hogy kell? Hát elrakod. Ez az, amiből a szakács tanulókány szoktak bukni, igaz? Legalábbis nekünk volt egy barátunk, és elmondta, hogy ő kétszer bukott meg ebből az dombozból. Thank you.
tudok, most már... 300 méterre. Hajtsuk ki a második kiáraton. Maradják itt. Rendben, kihajtunk a második kiáraton. Most már hazafelé tartunk Gyuláról. Fantasztikus hétvégén vagyunk túl. Te hogy érezted magad, Mollika? Nagyon jól. Nagyon-nagyon jó volt a szálloda, ahol voltunk. Csodálatos, ide még biztos visszatérünk. És maga a város, Gyula, hát ez egy kis lékszer dobott olyan. Tehát olyan gyönyörű látnivalói vannak, olyan tiszta, olyan rendezett, olyan gyönyörű. És még egy dolog, ami fantasztikus volt, hogy minden ember, akivel csak találkoztunk, olyan kedves volt, nagyon. Hogy ez elképesztő. De bárki, akit leszólítottunk az utcán, hogy merre van ez vagy az, vagy a hotel személyzete, a cukrászda személyzete, bárki, akikkel itt összefutottunk, mindenki mosolygott, és megint együtt voltunk a családunkkal, ami ugye a legfontosabb. Mollika, neked mi tetszett a legjobban? A csúszdapark, a várfürdőben, ahol bementünk, ott voltak ilyen kisebb-nagyobb csúszdák. Az elején még anyuval csúsztunk, még annyira is kedvesek voltak, hogy ahol csak egyedül lehetett lecsúszni a csúszdán, ott megengedték, hogy ketten lecsúszunk, mert nagyon féltem az elején. Igen, de csak az első alkalommal féltél, utána már nem. Hát... Utána már mentél egyedül is.